Na sziasztok, mai helyzetjelentés következik, vagy igazából félig kicsit tegnapi is, ugyanis hát még egy kis tévéállvány helyzetjelentés. Na itt láthatjátok az elkészült műt, amit ugye tegnap nem bírtam ki és muszáj volt befejeznem, akkor említettem, hogy a körömöm feleleset. Szóval, hogy a lábakat kicserélném a fa mintájúra, viszont azt nem vettem számításba, amit utána kommentben már többen is jeleztetek, de hát addigra már én is rájöttem, hogy hát mivel úgy betuszkoltam, most már ez nem mozog sem erre. És azt hittem, hogy majd csak fölemelem az egyik oldalát, kitekerem az egyik lábát, és akkor berakom a másikat, viszont tényleg megmozdítani sem lehet, nemhogy fölemelni, úgyhogy maradnak ezek a lábak, és ugye ott belőle majd még kerül egy polc. Tegnap vettem az IKEA-ban egy fellépőt is, ami ugye majd a konyhaszekrényhez lesz jó, és nagyon sokan írtátok, hogy ha ilyen naturfa színűt veszek, akkor azt ilyen virágálványnak is lehet használni, és tényleg egyébként tök jó pofa, úgyhogy már ez is megvan, ezt is összeraktam tegnap, úgyhogy este jól meg is veregettem a vállamat. Hamarosan átjön majd az unokatesom meglátogatni, hogy áll a lakás, és hát gondoltam, hogy majd megkérem őt, hogy a mosógépemet kösse be, illetve a függönytartókat is, ha fel tudná rakni, akkor az is szuper lenne, és ugye csak ez a fellépőn van, úgyhogy remélem, hogy az elég magasság lesz. Aztán, ami van még, és erről mostanában nem beszéltünk, a hálószoba helyzet. Ugye azt már a kis lakástúrnál mondtam nektek, hogy ez egy elég pici hálószoba, de mivel a többi rész viszonylag nagy, vagy legalábbis így nekem tökéletesen megfelel, ez tényleg csak hálószoba lesz ágyal, és hát viszont így is azért bajban vagyok, ugyanis az ágyaknak 200 cm a hossza, viszont ha még az ágykereti rájön, az általában 15-20 centi, és na idáig ez a 2-17, ami ide le van mérve, szóval ha ide bekerül egy ágy, akkor hát ennyi hely lesz itt mozogni. Egy pont egy ilyen lábnyi, ami nem túl sok, és hát ugye oké, hogy csak aludni fogok ide járni, de azért jó lenne normálisan átmenni a gardróbhoz is, úgyhogy ezzel picit bajban vagyok, de tényleg már néztem egy csomó ágykeretet, és a legkisebb is, tényleg minimum 15 centi rá, úgyhogy ez itt picit problémás lesz. Már alapból írtátok többen, hogy miért nem ebbe az irányba teszem az ágyat, viszont itt van egy ilyen kiugrás a falban, amit nem lehet eltüntetni, mert valószínűleg valamilyen cső megy ott a falban. Szóval maximum úgy tudnám, ha innen kezdődne az ágy, viszont akkor meg egy ilyen furcsa lyuk van itt is. Hát nem tudom, az ilyen furcsán nézne ki, hogy így bejövök, pont itt háttal van az ágy, úgyhogy ez sem nagyon működik, illetve itt is ilyen furcsa kiugrás van, úgyhogy ez problémás. Igazából az egészet megoldaná a dolog, ha nem lenne itt ez a nagy kiugró, és ráadásul ez egy gipszkartonból van, szóval ez lehetett volna szerintem sokkal kisebb is, amikor átalakították a lakást. Na mindegy, valahogy majd ehhez hozzá kell szokni, szóval ha van esetleg valami ötletetek, akkor írjátok meg, mert amúgy már van kinézve ágykeretem, csak így a méret probléma miatt nem mertem eddig megrendelni. Amíg várakozok, arra gondoltam, hogy elmegyek a Rossmannba, ugyanis amikor a Cosmoblogger DN nyertem ugye az egyik kategóriába, akkor a nyereményem része volt egy Rossmann ajándékutalvány, és múltkor néztem a webshopban, hogy tök sok ilyen háztartási kisgépük is van, és nekem még nincsen pirítóm, meg ilyesmim, úgyhogy gondoltam, hogy azokat onnan fogom beszerezni, úgyhogy szerintem most el is megyek, és megcsinálom ezt. Ott a Rossmann profil oldalán. Nem, nagyon szép az a profilod is. Nézzétek, milyen komoly segítőm van itt a háttérben, már az egyik függönykarn is fel is került. És épp az előbb emlegettem, és muszáj itt is elmondanom, hogy Gábor volt az első ember, aki támogatta a blogger pályafutásomat. Ő fotózta az első outfit fotókat a blogomra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm! Na, ne legyen, ne veszem kárba rajz. Mondd el. Szó se lehet róla. De hát, ha már ilyen profil megcsináltad. Ez a függöny méretezés. Ezt egy méteráru voltba elvinni. Na, szépen levezessem. Vezess le. Ez a padló, ugye? Ilyen szépen mindent. Hát nem tudom, itt egyenesebb a padló. Kérek egy szóval, jó. 2 centire szeretnéd a függöny alját. Igen. Jó, megmértük a csipesz aljáig. Nem, a karika aljáig.
bocsánat, karika aljáig mértük, szóval ez a méret innen ideig, ez 282 cm. Így van. Nagyon jó. A karika aljától a csipesz, le is mérjük. Mérjük le, hogy biztos legyen. Igen. Ezt előbb sem értettem, miért nem a nullától méred? Mert én nem szeretek innét mérni. Mert így pontosabbat tudok mérni. Ezt megjegyzem. Szóval másfél centi. Uh-huh. De, jelenti, és ha... hogy a karika aljáig mértem, a karika aljától a csipesznek addig a pontjáig, ameddig a függöny fog érni. Igen, de nagyon fontos, hogy akkor maximálisan kell becsípnünk. Persze, milliméter pontosan legyen. Szóval másfél centivel lejjebb kerül, uh-huh. Tehát a másfél centit odaírtam szépen. Igen. Másfél centivel lejjebb kerül a függönynek a felső pontja. Uh-huh. Szóval, hogyha 282-ből kivonod a 2 centit, uh-huh. meg kivonod a másfél centit, uh-huh. akkor megkapod a függönyödnek a teljes uh-huh. hosszát. És? Hát és? Van itt egy másik opció is. A kampó. A kampó. Na, nézzük meg a kampót. Szóval a karika aljától... Ez nem bírom. Nem bírom. Na, még egyszer ilyen. Karika aljától... Ennek a kis kampónak a... De hát most az is olyan fontos, az is hogy... Olyan, igen, hogy milyen? Mekkora terhelés igen. fogja érni ezt a kampót. Mert hogyha a függöny súlya nehéz, vastag anyagból fog készülni, akkor itt nem biztos, hogy elég neki az a fél centi hús, ami fogja tartani a függöny. Hát most ez meg ugye akkor már hozzá kell számolni a nyúlást, mert ugye a súlyánál megnyúlik az egész függöny. És hogy lesz akkor az a két centi ott alul hát meg? Hát na, hogy lesz mert meg? Ha nem jó mérjük ki... De várjunk, a csipesznél is tud nyúlni. Hoppá! Na, ez egy nagyon jó felvetés. Akkor viszont... Milyen anyagból akarod? Mert minden anyagnak más a nyúlása. Akkor köszönjük, ezek voltak a függönypercek. Na, további belezavarodás, vagyis én foglak téged belezavarni. Az ablak szélességét is lemértük, ami 215 centi, ugye? Igen. És most mit kezdtél el számolni? 20 darab karika van rajta. És azzal mit akarsz? Igen, szépen fogod ráncolni fogod. Igen. Az anyagot szeretném, hogy milyen széles anyagból kell ezt a hát tükni. Igen, és olyan ráncokat most kiszámolod centire? Kiszámolom centire, hogy egy ránc az mondjuk mekkora ránc? 2 centi, 3 centi, uh-huh. mert ugye a anyut szépen vissza fogja hajtani. Igen, de ő azt szoktam mondani, hogy 2,5-szer annyit kell venni, és akkor ezzel el van intézve. Hát így egyszerű. Bár nem biztos, hogy 2,5, de van erre egy nagyon szép száma. Úgyhogy azt talán egyszerű. Valószínű, igen. Na most ment el a Gábor, jó sokat segített nekem, bekötötte a mosógépet, megigazította az ajtókat a tévéállványon, fölraktuk a függönykarnisokat is, úgyhogy tök jó sok fejlemény történt. Az előbb nem azért nem mutattam az arcát, miközben a rajzokat csináltuk, mert nem akartam, csak ő nem akart így arccal nagyon szerepelni még a videókba. Majd megtöröm őt, ne aggódjatok. Viszont a mai vloggal picit késésben vagyok, most van 4:18, és ilyen 7 óra körül szoktam kirakni. Igazából elrontottam, mert a legelső vlogot úgy kellett volna csinálnom, hogy november utolsó napján veszem fel, és akkor mindig egy nappal előre vagyok, de így meg mindig az aznapit vágom meg, ami így elég stresszes, mert ilyen 5 és 7 óra között nem csinálhatok soha semmilyen programot, illetve kb. 5-ig össze kell állni az aznapi anyagnak, úgyhogy ezt picit elrontottam, lehet, hogy majd ezen fogok változtatni így az idők folyamán. Minden esetre még nem mutatom, hogy miket szereztem be a Rossmannban. Egy kenyérpirítót, ami nagyon jól fog jönni, mert a vacsorámhoz valahogy mostanában minden nap pirítós kenyeret ettem volna természetesen így, hogy nem volt kenyérpirítóm. Vettem egy ilyen meleg szendvicsütőt, meg egy ilyen botmixert is, és tök jól néznek ki szerintem, hogy mindegyik ilyen fehér színű, most passzolni fog a konyhába. És a vásárlás mellé kaptam 3 kaparós sorshegyet is, úgyhogy most még nézzük meg, hogy mennyire van szerencsé. Na, kapartatok már sorsjegyet kanállal? Most ez fog... ezért van alkódos, pedig azt hittem, hogy egyből rá lesz írva valami. Az lett volna az igazi. Vagy most fölött? Hoppá! Jó, hogy ezek ilyen kedvezmények. 25% a For Your Beauty Decor kozmetikai kiegészítőkre. Itt szintén 25% tisztasági termékekre. Hoppá! Ez ajándék! Ajándék! Hiszen a 300 ml-es tusfürdő. Hoppá! Na, akkor ezt legközelebb beváltom. Meg ahogy látom, van valamilyen kuponfeltöltés is. Na, ezt majd később megcsinálom, a kanalat meg letakarítom. Úgyhogy ez volt a mai nap. Most megyek, megvágom ezt a videót, aztán pedig felszámolom ezt a káoszt, mert mindenhol
ilyen csomagolások vannak, mert még ki szeretnék porszívózni, és itt is nézzétek, rengeteg papír karton van, amit még egyelőre nem tudok levinni, mert a lenti kukák tele vannak. Aztán majd még Evelyn fog jönni hozzám este, mert ő most Ausztriában volt, és éjfél után érkezik meg, és ahhoz, hogy a reggeli vonatát elérjen, mondta neki, nyugodtan jöjjön hozzám, úgyhogy ez a mai terv a hátralévő pár órára. Úgyhogy sziasztok!